Jó napot kívánok a kedves nézőknek! Azt hiszem, hogy sokkal fontosabbat látnak most, mint a műsorvezetőt, de azért én is bemutatkozom. Hogy mi van a kezemben, és hogy miért van ez a kezemben, hogy hol vagyunk, azt majd mindjárt elmondom, de ez egy olyan kis kendőcske, amelyen Rákosi Mátyás elvtárs látható. 1950-ben gyártották ezt a kendőt, mégpedig meg is találtam, hogy minek alkalmából, azt mondja, hogy egy kis türelmüket, a mi reménységünk Sztálin, ez például rá van írva, az ifjúság a mi jövőnk, ez a másik jelszó, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, ifjúsági szervezetek egységesítő kongresszusa Budapest 1950. Tehát arra gyártották ezt a kis gyolcs darabot, de hogy miért? Hát azt hiszem, hogy hagyom önöket egy picit gondolkodni, de inkább mégis elárulom, mert nem fogják kitalálni. Nos, hát ugye Rákosi elvtárs megérkezett a jeles rendezvényre, ott volt kivezényelve több ezer diák, meg felnőtt, és mit kellett tenniük? Integetni. Na de az integetés önnön magában azért nem olyan izgalmas, úgyhogy mindenki kapott egy ilyen integető kendőt, és amikor Rákosi elvtárs elment előttük, akkor ezt csinálták. Ez egy eredeti, ránk maradt integető kendő. Nos, ilyen izgalmas dolgokat fogok mutogatni a következő 3/4 órában, Sall Endrével az Újságmúzeumban. Ugye velem tartanak? Túlzás nélkül mondhatom, hogy Sall Endre nem csak író és újságíró, hanem feltaláló is. Ő találta ugyanis fel, hogy Magyarországon kell egy újságmúzeum. Azután nem csak feltalálta, hanem meg is alkotta. Jelenleg ugyan még csak, a csakot persze idézőjelben tessék érteni, utazó kiállításai vannak, de ki tudja. A gyűjteménye egyszer talán egy állandó helyet is kap majd, és akkor csodájára járhatunk a dolognak. Na, én már most is csodájára jártam. A mai hazahúzóban láthatnak majd egészen különleges újságokat. Szétosztották a nép között, mondjuk így, és aztán hát a legtöbbi az kukába landolt. No, meg az újságmúzeumhoz köthető porcelán és egyéb tárgyakat. Hát kérlek szépen a 20-as, 30-as évekből való, ugye a kávé szemeket tartották ezekben a hengerekben. Értékes filmplakátokat. A hagyományos filmplakátokkal szemben, amik 130 centi magas volt és széles, ezek ilyen kis vékonyak, nem volt hely. És elmegyünk Endre egyik legjobb barátjához, a szobrászművészhez, aki olyan kaput készített, amelynek azóta a csodájára járnak. Nekem ez mindig nagyon-nagyon kedvencem volt Picasso és az ő munkássága, és ez a kapu is tulajdonképpen az ő egyvonalas rajzaiból készült. Kezdjük ezt a műsort az Újságmúzeum feltalálójának nappali szobájában. A háttérben amúgy sok más mellett a Nyugat című legendás folyóirat lapszámai láthatóak. Itt kérdeztem Endrét nagyon sok mindenről, mindjárt először a kutyusáról, mert hogy ő volt az, aki mindenképpen be akart ülni a gazdája ölébe, és így be akart kerülni a filmünk. Függe a család kedvence, hogy a toluszkán, és a különlegességét az adja a színe. Nagyon ritka, bárhova megyünk, a legjobb reklámember, mert egyből oda jönnek hozzánk, és érdeklődnek a kiskutya miatt, hogy hát mi ez a kis csoda. Én megmondom őszintén, ugye van 3 fiam, és van 2 kicsi, nekik vettem, hogy kicsit szocializálódjanak, meg felelősségtudatuk legyen, ahhoz képest nem tudom, miért engem választott. A gyerekek játszanak vele, de hát én vagyok mondjuk azt, hogy a törzsfőnök, és hát bárhová megyek, akkor követ engem. Most is hiába mondtam neki, hogy felvétel lesz, nem tudtam meggyőzni, tehát most itt van az ölemben. Hát lehet, hogy azért szeret téged egyébként annyira, mert az ő színe az nagyban hasonlít azon régi újságoknak a színére, amelyikből neked egy elképesztő gyűjteményed van. Majd beszélünk mindenről, de miért barnul meg az újság egy idő után? Hát azért barnul meg, mert ugye még régen, ha megnézed egy olyan újságot, ami majd mutatok, 1789-ben adták ki, az gyönyörű hófehér. Abban még fa volt. Később viszont minél kevesebb fa volt benne, és minél több celluloid, annál inkább barnult. Tehát ez a 1900-as évektől kezdve a lapok silányabb minőségbe készültek, ugye olcsóbb volt az előállításuk, és hát innentől kezdve viszont én nyugodtan lapozgatok egy 1793-as mindenes gyűjteményt, mert tudom, hogy nem lesz problémája, de egy 1920-as újságommal problémák vannak, mert hát repedezik, meg törékeny. Hát igen, sajnos van rá módszer egyébként, lehet ezeket konzerválni, egy ilyen hártya bevonattal, de hát ez elég drága mulatság, ezt kevesen engedhetik meg maguknak.
Egyébként azt ugye tudjuk rólad, vagy legalábbis én tudom rólad, hogy te sportújságíróként kezdted annak idején, hogy más nem mondjak, Benedek Tiborék első Európa-bajnokságáról te tudósítottad a akkor már nemzeti sportot. De hogy vezetett onnan az út odáig, hogy nem írod, vagy nem csak írod az újságot, hanem elkezdted gyűjteni? Hát ez úgy volt, hogy én éppen a Képesport főszerkesztője voltam egyébként, és az interneten találtam egy 1903-as Az Újság nevű lapot. Milyen érdekes, hogy egy újságnak az a neve, hogy újság. Egyébként kézenfekvő. És első évfolyam első szám. Azok mindig különlegesek, egy induló lap, egy ünnep. És akkor azt én megvásároltam 800 forintért interneten, és elkezdtem egy kicsit kutakodni, hogy mi is a története. És hát kiderült, hogy ott volt például gyakornok Móricz Zsigmond, minden lapnak fantasztikus története van, és remek egyéniségei. És hát ugye eleve az, hogy a magyar újságírás ilyen értelemben kicsit mostoha, ugyanis hát újságíró, vagy újságmúzeum az nincsen, mindenek a múzeum az újságírásnak nincsen, pedig hát ugye irodalmi gyökerű Adi Kosztolányi Karintit nem kell tovább sorolnom, és hát én szeretnék egy kicsit egyrészt értékmentésként megőrizni ezeket a lapokat, másrészt pedig milyen furcsa az élet, egy-két évvel ezelőtt itt Pécelen volt egy kiállításom, ahol a gyerekek jöttek, és ők már ugye úgy csodálkoztak rá ezekre a lapokra, hogy nem nagyon láttak papíralapú újságot, és hát ezt tudjuk azt, hogy 30 év alatt nem is nagyon olvasnak, és hát idővel el fogunk oda jutni, hogy tényleg múzeumi tárgy lesz maga a nyomtatott újság. Mesélj egy kicsit arról, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt nagyon sok újságot származik abból az időből. Milyen volt egy szerkesztő, egy újságíró élete? Mennyiben volt más, mint a maiaké, mint a miénk? Teljesen más volt. Ugye nagy kiadók voltak, nagyon nagy kiadók voltak, és főleg magánkézben. Tehát az újságkiadók vezetői azok sokszor bárói vagy nemesi rangot is kaptak, és nagyon jól éltek. Tehát villájuk volt, nyaralójuk volt a Schwab-hegyen, tehát tökéletesen meg tudtak belőle élni. Hát vegyük csak Miklós Andort, ugye az Est lapoknak a vezérigazgatóját, tulajdonosát, ő 3 újságot adott ki, és hát azt is tudni lehet, hogy 6200 rikkancsa volt csak a fővárosba. Gondold el, hogy 6200 rikkancs terjesztette az Estet. Jól éltek, dúsgazdag emberek voltak, meghatározó emberek voltak, és ez az újságírásnak pedig volt még akkor egyfajta romantikája. Tehát újságírónak lenni az tényleg kiváltságos állapot volt. Amúgy ezzel a Miklós Andorral nagyon betalált nálam Endre, hiszen újságíró vagyok, vannak példaképeim. Az egyik legfontosabb közülük Miklós Andor. Azt az Est újságot, amely a halál híréről számol be, a nappali szobámban őrzöm a többi kedvenc relikviám között. Egyébként nem mindenkivel volt életében jóban. Móricz Zsigmond például nem nagyon szerette Miklós Andort, de azt ő is elismerte, hogy zseniális lapszerkesztő volt. Pár esztendeje Endrével mentem ki síremlékéhez, ahol ő még gyertyát is gyújtott. Endre, az újságmúzeum alapítója kijön az Est újság alapítójához? Én úgy érzem, hogy ennyivel tartozom Miklós Andornak, az ő sírjánál állunk éppen. Róla tudni kell, hogy 1910-ben alapította az Est nevű bulvárlapot, ami az első világháború alatt 500 000 példányban fogyott. És hát Miklós Andorról azt tudni kell, hogy ő teremtette meg, mondhatjuk azt, hogy a 20. században magyar sajtó alapját. Ő neki 3 újságja is volt. Úgy képzeld el, hogy a fél nagykörült az övé volt, és csak rikkancsból 6000-et alkalmazott. Elképesztő. Ma legalábbis ilyen nem lehetne. Viszont ott van fölötte a felesége Gombaszögi Frida. Ő Gombaszögi Ella színésznőnek rokona? Pontosan, a gombaszögi lányok 4-en voltak. Frida lett a leghíresebb végül. Róla tudni kell, hogy ő 19 éves korában egy őrült rajongója közvetlen közelről fejbe lőtte, és hát végül túlélte ezt a merényletet, és utána ismerkedett meg Miklós Andorral, és az ő felesége lett. Hát egy dúsgazdag családról beszélünk, de hát volt elhivatottság. És azt is tudni kell, amikor 1933-ban Miklós Andor 53 éves korában meghalt, akkor mindenki azt gondolta, hogy Gombaszögi Frida meg fog válni ettől a sajtóvállalattól, de nem így történt, hanem ő vitte tovább egészen a II. Világháborúig, amikor viszont hát a rendszer betiltotta az Estet, meg a többi lapot is. Apropó Est, elhoztad azt a számot, mert neked nyilván minden megvan, igen, amelyben arról számolnak be, hogy meghalt Miklós Andor. Ehhez hogy jutottál hozzá?
Ez egy árverésre jutottam hozzá. Hát én mondhatom azt, hogy Miklós Andorral kapcsolatban mindent gyűjtök. Hát én elmondhatom magamról, amire büszke vagyok, hogy megvan az S-nek az összes példánya, ami ugye 1910-től 1939-ig jelent meg. Hát amikor hozzájutottam ehhez a gyűjteményhez, akkor az autóm nem kicsi, az tele volt S-tel, de nekem fontos, én úgy érzem újságíróként, hogy ennyivel tartozom Miklós Andornak, és Gombatkői Fridának is, hogy kijövök a sírjukhoz, ilyenkor minden szentekkor is gyűjtök egy gyertyát. Most pedig térjünk vissza a közelmúltból a jelenbe, a Fiumei temetőből az Újságmúzeum gyűjteményi központjába. Hamarosan megnézünk majd Endrével pár egészen izgalmas és talán sosem látott újságot, ám ezelőtt, hogy fokozzam még kicsit az izgalmakat, az én kedvenceimről legyen szó. Ezek pedig a moziplakátok, azok közül is a hosszúkások, azaz a rácsplakátok. Ha egyszer nem csak utazó kiállításai lesznek az Újságmúzeumnak, hanem állandó tárlatot kap valahol, akkor ezek biztosan ott díszelegnek majd a falakon. Most a többségük titkos raktárakban van. Néhányat azért meg tudunk nézni. Újságmúzeum számomra legkedvesebb része a te rácsplakát gyűjteményed. Kettő itt van melletted. Először kezdjük azzal, hogy mitől rácsplakát a rácsplakát? Nagyon egyszerű. Ugye hát a hagyományos filmplakátokkal szemben, amik 130 centi magas volt és széles, ezek ilyen kis vékonyak, nem volt hely. Ugye a moziknak a bejáratánál voltak a hirdetmények, és ott nem volt hely, és hát rácsok alá rakták be ezeket a plakátokat. Egyébként meg is lehet találni őket régi fényképeken, meg aztán a másik volt, hogy a hirdető oszlopokra is fölkerültek, és hát ugye nem volt annyi hely. Ez nagyon érdekes, de egyébként művészileg, ha veszem el, szerintem művészi alkotások, sokkal izgalmasabb az, hogy egy kisebb felületen és egy furcsa formán hogyan tudod megjeleníteni a mozit. Nyilvánvaló, ha megnézzük ezeket, hát itt van egyik a Rosemary című film, az egyik kedvencem. Hát nézzük a szereplőket, ugye ez mind 45 előtti rácsplakát. Kabos Gyula, a fiatal Páger Antal, Turai Ida, tökéletes szereposztás. Hát nyilvánvaló, hogy arccal adták el. Tehát Turai Ida, a Páger Antal és a, ugye Kabosnak a sziluettjével adták el a filmet. De ha vehetjük a másikat is, ez nagyon szép, az a kedvenc plakátom, a Erdélyi Kastély, hogy mennyi mindent bele tudott rakni a plakát készítője. Egyébként teszem hozzá, hogy ezeknek a mozik rácsplakátoknak nem volt túl nagy keletje, mostanában egy kicsit föllendült a piac, és hát egyre többen kezdik ezeket gyűjteni, hiszen hát tudjuk, hogy a 45 előtti magyar filmművészet az zseniális volt, tehát az ma is mondhatjuk, hogy kortalan, és hát most felfedezték ezeket a plakátokat. Teszem hozzá, hogy nagy bánatomra, ugyanis eddig olcsóbban hozzá lehetett jutni, most viszont már van sajnos konkurencia. Olyannyira, hogy én úgy tudom, hogy már egyes múzeumok is akár horror összeget is képesek megadni egy-egy plakátért. Hát igen, volt olyan árverés, ahol 190-200 ezer forintot is kértek vagy adtak egy ilyen plakátért. Én ezt mondjuk nem tartom reálisnak. Idővel persze az lesz, hiszen ezek pótolhatatlanok. Nagyon érdekes, hogy kerülnek elő. Ugye ezeket elméletek fölragasztották a kijelölt helyre, és akkor azt már nem szerel le, tehát onnantól kezdve azt csak letétni lehet. Na most nagyon érdekes, hogy voltak olyan moziképészek, akik ezeket eltették maguknak, és hát hogy padláson később meg lehetett találni, és azért van az, hogy ha előkerül egy-egy rácsplakát, akkor abból több példán kerül elő, mert föltekerték ugye a maradékot, fölrakták a padlásra, és hát ugye 100 évvel később, vagy még nincs is 100 év, előkerülnek ezek a plakátok. Nagyon izgalmas, és hát amúgy is a plakát műfajának nagy kultusza van egyre inkább Magyarországon, és egyre többen beleszeretnek. Nekem egyébként azt mondta egy szakértő, hogy aki nem tud megvásárolni egy nagyon drága festményt, hát ugye most már 5-8-10 millió forint egy jegyzett festmény, az viszont megvásárolhat egy plakátot, ami szintén művészi alkotás, ráadásul olyan szereplőkkel, akiket imádunk. Tehát mindenképpen én ezt egy nagyon szép hobbinak tartom, és dekorációnak is nagyon jól néz ki. Hát nézzük, milyen jól mutat itt a falon. Abszolút, azt néztem, hogy itt a falaidon hát olyan tízes nagyságrendben vannak ilyen plakátok. Van olyan, amire nagyon vágysz, olyan filmplakát, és még nem találkoztál vele? Hogy ne vágynék? Hát 45 előtt, ha jól számolom, több mint 300, dehogy is több mint 500 filmplakátról beszélünk, most nekem megvan belőle egy bizonyos rész, de hát rengeteg hiányzik, és hát vannak pótolhatatlanok. Tehát én amire nagyon vágyom, persze természetesen, mint a legtöbb plakátgyűjtő a meseautónak a plakátjára,
Na, az millió feletti lenne a végösszeg, hogyha lenne, de nincsen. És a Hippolyta lakának is nagyon örülnék, hát ezek ugye kultikus filmek. De hát ezt tudjuk egyébként, hogy külföldön is mekkora keletje van a plakátoknak. Külföldön, Amerikában egy 30-as évekbeli drakulás eredeti filmplakát horror több 10 millió forintba kerül. Ott is nagy keletje van a plakátnak, amit meg is értek. Vannak ugye az olyan gyűjtési területek, amit sokszor érthetetlen, számomra nem lebecsülendő módon, de mondjuk akit én nehezen tudom befogadni, ha valaki kinderfigurákat gyűjt, de hát lehet, hogy sokan azt mondják a rácsplakátokra is, hogy ez furcsa, de én nagyon szeretem őket. Azért szeretem ezeket nagyon, mert hogy én úgy érzem, hogy hát hogy fogalmazzak, tehát ezt nem a marketingesek alkották, mint manapság néha előfordul, hanem ezt grafikusok, művészek alkották, és ráadásul a korabeli nyomdászok olyan színeket tudtak kihozni, hogy valami elképesztő, szerintem ilyen színeket ma már lehet, hogy nehezebben tudnának csinálni. Igen, na érdekes egyébként, hogy csak annyi, hogy a 20-as, 30-as években rengeteg jegyzett grafikus készített reklámplakátokat, abba volt a pénz, tehát mondjuk volt a Modiano szivarka és hüvely, annak egy plakátot elkészíteni azért nagyon jó honoráriumot lehetett kapni. Ezért van az, hogy a Berény Robert csinálta, így ráadásul fantasztikus festő is. Ezért van az, hogy a moziplakátot viszont nem készítettek ezek a ragyogó művészek, tehát a moziplakát készítők azok a úgymond ismeretlen grafikusok voltak, de hát nézzünk rá, hogy tökéletesen alkottak ők is. Ha ezeket mondjuk Berény Robert készítette volna, nyilvánvaló, hogy magasabban jegyezni a piac árban őket, de szerintem azáltal, hogy amit sugalnak és amilyen hangulatok van, és hát ugye eltelt most már lassan 90 év egy ilyen plakát életében, hogy ezek tényleg ragyogóak, és mondhatjuk, hogy pótolhatatlanok. Egyébként az a bizonyos Berény Robert féle Modianós plakát eredeti példánya 18 millió forintért kelt el egy árverésen, szóval a plakátnak is lehet ám bőven ára. Az a helyzet, hogy kijöttünk most Endrénél a konyhába, mert ugye nem csak újságokat gyűjt, hanem olyan tárgyakat, amelyek kapcsolódnak az újságokhoz, de nem újságok, mert mindjárt kiderül, hogy miről van szó. De előtte egy érdekességet hadd mondjak még önöknek, hadd osszam meg önökkel. Ugye Endrére is azt szokták mondani, és hallották is, hogy szerinte ő nem jókorban él, és hát vagy Trutko rólam is ezt mondta a múltkor, hogy nekem nem most kellene élni, én a 70-es években érezném otthon magam, Endre talán még régebben, és hogyha megfigyelik, az öltözködésünk ez tökéletesen modellezi, az ő ruhája az elegáns úriember, én meg a 70-es évek jassza. De hát talán pont ettől jó, hogy mind a ketten valami miatt a múltat szeretjük, de ha már azt mondtam, hogy kijöttünk ide a konyhaasztalhoz, és mutatsz majd nekem olyan tárgyakat, amelyek kötődnek az újság múzeumhoz, de nem újságok, hát kikészítettél egy kis design centert itt. Bizonyám. Mutass valamit nekem. Feladványal készült. Jaj, ne. Azt mondom, hogy szerinted ez micsoda? Van idő, nyugodtan nézzed át. Hát ez olyan kicsi, hogy a kamera se látja, és szemüveg nélkül én se nagyon. Nem tudom, ez egy kihúzható toll? Majdhogy nem. Na. Még egy tippet, szét lehet húzni, nézd meg, és abból rá fogsz jönni. Á, én nem merem húzni szét, nem rontom el. Hova mutassam. Ó. Oh. Ezt tudod, micsoda? Hát, meg fogsz döbbenni. Vastag a fogpiszkálónak tűnik. Ah, 1910-ben nyílt meg a Ritz szálloda, és ugye az egy nagyon elegáns szálloda volt, és mindenki kapott fogpiszkálót, és hát valaki ezt eltette, én meg megvettem egy árverésen, ezt a fogpiszkálat szerintem senki se értette, de nagyon különleges, én nagyon szeretem ezeket a századelő szállodákat, és ha már itt szálloda, nézd meg, képzeld el, minden vendég 1910-ben, aki megszállt a szállodába, ez ugye a pesti rakparton volt a itt szálloda, kapott egy ilyen csodálatos kis porcelán bombon tartott bombonokkal, nézzük meg. Na, milyen jó lenne, most ugye kiraknak egy törölközőt, meg egy, mondjuk egy szappant, ha jó esetben, vagy egy negrót, de itt azért ez egy komolyabb ajándék. Megpróbálom közben a kamerának megmutatni, hogy hogy nézett ez ki. És ott szerepel is egy felirat, ott van egy szuvenír a Ritz szállodától. Aha. Nagyon kedves, és hát gondold el, bemész a szállodába, mennyire jobb érzéssel szállsz meg ott, hogyha ennyire figyelmesek veled. A szerkesztő úr, ha bement, ha már az újságírókról van szó. Na, nézzük még egy kis feladványt. Kérlek szépen, mi lehetett ez szerinted? Már ezt most a hátsó kamerának mutatom, azt mondja, nyári idény, Kertész és Ejzer, Dorottya utca 12, színháztéri szeglet, fotócikkek. Hát ez egy fotós szaküzletnek a reklámja. Nagyon jó. De mondod. Ez méretre és anyagra olyan, mint a konyhai csempék, a fali csempék. Ez
Tolikám, te mindent tudsz, ez egy csempe reklám volt, és sikerült beazonosítanom, 1870-ben készült ez egy csempe reklám. Ugye akkor már megépült a nagy része a belvárosnak, ezek a régi bérházak, körfolyósúsak, és ott belül csempézve volt, és hát a élelmesebb vállalkozók azt elérték, hogy bizonyos helyeken a csempét kicseréljék ezek a reklám csempékre. Tudod, hol láttam hasonlót? Na. Csak az nem csempe volt, hanem padló reklám. A párizsi udvarnak egyes metlakia, vagy nem tudom, hogy hívják azokat a járólapokat. Nagyon jó. Azokon vannak ilyen reklám feliratok. Nagyon jó mondom. Na mutatok még egy érdekességet. Ez egy kávéházi kanda, de most nézd meg, mennyire gyönyörű, és mennyire régi. És milyen nehéz. Hát hogy nem. Hát azt mondja, hogy én ezt nem tudom elolvasni szemüveg nélkül, hogy ez milyen a Hanusz kávéház. Az a jelentősége, utána néztem, a Hanusz kávéház volt Budapestnek a legrosszabb kávéháza egyébként. Pontosan a Kafka Margit írta meg egyszer azt, hogy a fekete bűn rossz a Hanusz kávéházban. Na most viszont lehet, hogy a fekete rossz volt, de hát csodálatos volt ez a kanna. Hogyha nekem meglenne ez az egész szedbe, hát milyen gyönyörű. De elképesztő. Az ember... és ez fém, tehát ez nem valami műanyag vacak. Hát hogyne. Gyönyörű szív. Ez hány éves lehet? Hát ez 1880-as. Nem mai darab, de mutatok, nekem az egy kedvenc kávéházam, és akkor még újságírás, a japán kávéház, hát tudjuk, hogy rengeteg művész járt oda, a Ripő Róna Józseftől kezdve, például Falus Elekig, aki az én kedvenc grafikusom egyébként, ő tervezte a Nyugat kiadón van a puha kötésű Adi első kiadásokat, gyönyörűek. Na, képzeld el, mit találtam múltkor. Japán kávéház öngyújtó. Ebből sincsen sajnos több. Annyira kicsik, hogy nem is tudom, látja-e a kameránk, megpróbálom valahogy. És mennyire tragikus valahol, ugye a japán kávéház egy nagyon menő kávéház volt Pesten, és ugye az írók könyvesboltja van most a helyén, és amikor a második világháború végén megszüntették a kávéházat, akkor a japán kávéház tele volt japán motivumos freskókkal, gyönyörű díszítésekkel, mindent levertek, és ment a szemétbe, semmi nem maradt. Ezt is nagy nehezen tudtam megszerezni, ebben láthatod a motivumokat, ez is a japán kávéháznak volt a csészéje, nagyon ritka, van egy gyűjtő barátom, neki van még egy példány belőle, meg talán azt hiszem a Vendéglátóipari Múzeumban még egy, tehát összesen három van az országban. Hát ez úgy kerülhetett ki onnan, hogy valamelyik vendég, vagy valamelyik alkalmazottnak megtetszett, és akkor elrakta a kabátjába, hazavitte, megőrizte, berakta a vitrínbe, és miután elhunyt, akkor valamelyik leszármazott, föltette egy aukcióra, és így sikerült megmenteni. Tudod, mi az érdekes? Hogy ugye porcelán, tehát porcelánt ma is használunk, fogunk a kezünkbe, de hát ez legalább dupla olyan súlyú, vagy tömegű. Hanem tripla. Nagyon tehát nehéz. Ott nem spóroltak. Spóroltak az anyaggal, mint ahogy tudjuk jó, hogy nem spóroltak a azzal se, hogy néznek ki az épületek. Ugye én, ha járok Pesten, akkor mindig fölfelé nézek, és nem lefelé, tehát gyönyörűek az épületek, és ott még mívesek, meg volt meg, nem csak egyszer anyag. Akartam erről egy könyvet írni, de nem csináltam meg, mert tusta vagyok, de neked adom a címet, Szemmagasság fölött írd meg. Fábri Sándor mondta annak idején, hogy fiatal riporter voltam, azt mondta a főnököm, hogy Sándor, van egy kiváló címe magának, becsúszó szerelés, írja meg. De miről szólja? Nem tudom, írja meg. Nem jó a cím? Úgyhogy ezt a Szemmagasság fölöttet javaslom neked a következő könyvet. Köszönöm a lehetőséget. Mutatok még egy érdekességet. Ugye beszéltünk korábban az Est nevű bulvárlapról. Igen. Hát ugye amikor az megjelent 1910-ben, akkor különböző reklámtárgyakkal látták el a kávézókat, meg minden. Gondolom, ez szalvétatartó? Nem, ez egy fogpiszkáló tartó egyébként. Fogpiszkáló tartó. Ebből nekem vesztemre 7 darab van, tehát annyit sikerült megmentenem az utókornak. De bocsáss meg, miért kell 7? Mert az újságnál értettem, azt mondtad, hogy azért kell 5 ugyanabból a számból, mert ezek szépen romlanak, és az egyik elromlik, legyen másik. De ez nem romlik el, ha el nem töröd. Nem romlik el, de megmentem. Tehát nekem az célom az, hogy az utókornak majd később vagy valakihez elkerülnek. Na viszont itt a feladvány nem úszod meg. Á, pedig annyira szeretem. Ez mi lehetett szerinted? Hát figyelj, ezt megpróbálom megmutatni a kamerának, rá van, hogy az Est, ugye. Igen. Ez az újság, ezt tudjuk. És ha megfordítom, akkor látszik, hogy itt fölül vannak ilyen lukak, ide valami lefolyhat alulra, és igen, itt innen meg ki lehet önteni, gondolom, mert hogy ez ilyen kanalasnak tűnik. Tehát ez, arra tippelnék, hogy ez valami kiöntő. Eddig jó? Eddig jó. Valami kiöntő. De hogy mit öntenek ki be? Elsőre azt mondanám, hogy a citromot ebbe belecsavarják, de nem, mert ez porcelán, tehát ez eltörik, hogyha ezt... Tartottam egy közben kutatás, és a legtöbben ezt a citrom variációt mondták, hogy citrom facsaró.
Ennél azért a bonyolultabb nem a megoldás. Nem lehet az, mert ahhoz nem elég erős ez az anyag. Például, de elmondja? Igen, mondd el. Kérlek szépen, ezt a borotválkozáshoz használták. Ó, a pamacsot a ebben. A pamacsot abban tisztálta le, és akkor de ugye, jó. Hát ugye még a nagyszüleink, vagyis hát nem nagyszüleink, hanem a nagypapáink, azok még ugye a pamacsot használtak a borotválkozáshoz. Hát nekik készült ez a reklámtárgy. Milyen érdekes, hogy ma egy reklámajándéktárgy az egy golyóstól, vagy egy kulcstartó, hát hogy mondjam, annélkül, hogy meg akarnék bárkit bántani, no kreativitás. Igen. Ez meg azért egy elképesztő. Teljesen egyedi. Na, nézzük tovább. Na, ha már nézzük. Kávéházak, hát nekem sajnos a New York kávéházból, a legendás New Yorkból nem sok mindenem van, de van egy ilyen kicsi kis csészén, ami az érdekessége, de szerintem te is tudod, hogy ugye ez egy kis csésze, ez egy eszpresszós, ami viszont azt is jelenti, hogy tudni lehet, hogy ez a csésze 1920 után készült, ezt kevesen tudják, hogy 1920 előtt Budapesten csak hosszú kávét lehetett kapni, az eszpresszó csak később jött be Magyarországra 1920 után, és hát akkor készültek ezek a kis apró csészék az eszpresszóhoz. De van itt hát olyan csodálatos... Na várjál, akkor most én tesztellek, eddig te teszteltél. Melyik a New York kávéház legjobb sztoria abból a 4 millióból, ami kötődik hozzá? Mondjuk annyit segítek, hogy a kulcsról van benne szó. És amelyik nem igaz valójában. És amelyik nem igaz, de ha nem igaz, akkor is jó. Sokan ismeri. Persze tudom, Molnár Ferenc bedobta a New York kávéház kulcsát a Dunába, sosem ilyen zárva, ugye? Igen, erre gondolsz. Ez valójában nem történt meg, de nagyon kedves, és szerintem reklámszakemberek találhatták ezt ki. Rengeteg olyan történet kapcsolódik a New York kávéházhoz, aminek semmi alapja nincsen, viszont egy olyan bűvkört és egy olyan hangulatot épített a kávéházhoz. Egyébként nem is nagyon volt rá szüksége, mert a New York az tényleg, hát most láthatjuk, hogy milyen volt a New York. Hát gondoljuk azt el, hogy tényleg egyik sarokban Molnár Ferenc volt, aztán bejött Ady Endre, aztán később bejött Csortos Gyula, Kabos Gyula, tehát ott olyan élet volt, és sokan csak azért mentek a New Yorkba, hogy meglessék ezeket a hírességeket, hogy hogyan viselkednek az asztaluknál. Tehát a New York egy csoda volt. Ez a történet speciál nem valós, de ha már New York kávéházat említett, ugye a Harsányi testvérek üzemeltették, és hát sikerült egy levelet megvásárolnom, amit a New York kávéház fejlécével van ellátva. Ez is ritka. És van itt, kérlek szépen, egy 1910-es kávéházi ital és étel árjegyzéke, ami azért érdekes, mert ugye ha ma bejössz egy kávéházba vagy egy kávézóba, akkor a pincér hölgy jön kedvesen és megkérdezi, hogy mit kérsz, és te azt mondod, hogy kérek egy eszpresszót vagy egy cappuccinót. Na most ott négyszer annyi fajta kávét ihattál a csokoládéstól a likörösön keresztül, de csak ha azt veszed, ha megnézed, ásványvízből volt vagy 7-8 fajta, és nem beszélve a süteményekről, ugye a 150-ös sütemények azok egészen parádisok és különlegesek voltak. Van egy ismerősöm, aki szeretné ezt visszahozni, és régi receptek alapján elkészíteni. Sokkal-sokkal igényesebb volt. Hát most nézd meg, ez a kávéház nem is volt egy nagy kávéház, és mégis azt nézem, hogy szikvíz 20 korona, az olyan soknak számított, nem, vagy kevésnek? Nem volt sok pénz. Kifizethető volt. A viszki 60 korona, azért az drágább volt. Igen, de csak azt nézed meg, hogy milyen likörből volt, vagy 30 fajta, és akkor voltak azok a különböző kis meleg italok, amit most nincsen, ilyen nem kapsz igazán. Tehát kicsit ebbe is silányoltunk, de mondom, ez még ez a Terézkörúton volt, ez nem is volt egy olyan nagy kávéház. De van itt még érdekesség, én imádom ezeket a régi csészéket, most ha megnézed, ez a Vígszínház kávéháznak a csészéje, ami a Vígszínház mellett volt természetesen, és azt tudni lehet, hogy például Dajka Margit is ebbe a kávéházba járt egészen fiatalon. Hát mennyire szép mutatós, egyébként ugye szecessziós mintákat árulkodik a csésze maga, de ha itt veszed, itt vannak a kedvencém, na ez aztán a tényleg a szecesszió, na. És hogyha ezt megfogod, ezzel súlyzózni lehetne. Nézd meg azt, milyen súlya van. Mondjuk nekem ez egy kicsit sok. Nekem ez már egy túlzó. Nekem is sok volt, nem volt olcsó. De már itt tartunk, hát ez a másik kedvencem. Na. Ugye régen ez úgy működött a század előn, hogy szóltak a gyereknek, hogy mennyire tejél a tejcsarnokba, és hozzá egy kis tejet. Hát kérlek szépen, ilyen tejüvegeket adtak akkor a gyerek kezébe. Várja, azt mondja, a budapesti központi tejcsarnok szövetkezeti tejterméke kölcsönpalack, tehát akkor ez visszaváltós volt. Kölcsönpalack,
gyönyörű, szép, míves, ez egy 1904-es palasz, volt 2 decis, 1 literes, 2 literes, volt hozzá dugó, és a gyerek ebben vitte haza a tejet, és hát másnap vitte vissza. Itt viszont volt egy csalafinta fiúcska, aki nem vitte vissza ugye a cserepalackot, és ez valahogy aztán így maradt, idő során megmaradt, és hozzám juthatott. Milyen sűrűn tűnik fel egy ilyen szövetkezeti cserepalacka piacon? Hát évente, ha jó esetben egy darab. Aha. Jó esetben, akkor az általában állam landol, de... De ez hogyan működik? Tehát hogyan áll kérdés, mert tudom, mert én is ezt az gyűjtök, de... De hogyan jutsz hozzá ahhoz az egyhez pont el, mikor valószínűleg 10 gyűjtőből 10-et szeretné? Hát ébernek kell lenni, mert fontos az, hogy mondjuk kapcsolatba álljál antikvitásokkal, és hogyha van valami, akkor szólnak. Bevallom őszintén, hogy én még szívesen nézegettem volna ezeket az emléktárgyakat, de megcsörrent Endre telefonja. Egy barátja, a szobrász művész Megyeri János hívta. Ő egyébként nem ismeretlen önök előtt sem, egyrészt azért, mert kiváló a szakmájában, a többi között ő alkotta például Hofi Géza domborművét is, de azért sem, mert itt a Hazahúzóban is bemutattuk már a műveit, a többi között azokat a sárkányokat, amelyeket Nyírbátor városának készített. Szóval Megyeri János felhívta Endrét, hogy ugorjon át hozzá, mert valamit meg kell beszélniük. Endre meg azt mondta nekem, hogy menjek vele, mert hogy meg fogom látni, hogy ráérő idejében a szobrászművész mit alkotott a háza elé. Én egy szoborra gondoltam, de tévedtem, mert hogy a művész nem szobrot gyártott a háza elé, hanem egy egészen különleges kaput, egy olyat, amelyet igazán érdemes megnézni. Végülis egy kicsit kényszerhelyzet volt, mert az autókkal beállás mindig ilyen nehézkes volt, és úgy döntöttem, hogy csinálok egy kaput. De hát, hogyha már csinálok egy kaput, akkor már hát akkor tényleg legyen olyan, amilyet én szeretnék. És nekem már mindig nagyon-nagyon kedvencem volt Picasso és az ő munkássága, és ez a kapu is tulajdonképpen az ő egyvonalas rajzaiból készült. Tehát itt látható mögöttem a galamb, ugye a békegalamb, vagy a táncolónők, illetve az arc maga. Fönn van még a bikafej, illetve egy gondolkozónak a képe. Úgyhogy ez ikletett meg engem, és hát addig-addig variáltam, rajzolgattam, gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt ugye elkészíteni, hogy ez egy kapu is legyen, amíg így elkészült ez az alkotás tulajdonképpen. Hanyadik rajzod lett az, amit utána jóvá hagytál saját magadnak? Hát ilyenkor sok vázlatot készít az ember, nem tudom megmondani, 7., 8., tehát elég sok, és aztán utána lerajzoltam természetesen úgy is, hogy ezt el tudjam készíteni, hiszen nagyon pontosan be kellett méretezni ezeket a dolgokat. Tehát ugye ennek nyitni, záródnia kell, illeszkednie kell méretbe, meg egyáltalán ahhoz, hogy ez működni is tudjon, és ne csak szép legyen, hanem jó is. Én ugye, ahogy megláttam, egyből rácsodálkoztam. Van olyan, hogy az utcán elmennek emberek és megállnak itt nézelődni? Igen, amióta fönt van ez, hát ugye a nyár végére sikerült így a betonozással meg mindennel elkészülnöm, és nagyon sokszor veszem észre, hogy ahogy itt sétálnak, sőt volt, hogy autóval megálltak, kiszálltak és fotózkodtak a kapu előtt, úgyhogy hát lehet, hogy egy ilyen kis péceli látványosság is lesz belőle, úgyhogy mindenféleképpen folytatnom is kell a kaput, de ezt már majd csak tavasszal. Így az egész kerítést innentől kezdve már elköteleztem magam arra, hogy végig megcsinálom hasonlóképpen, mint ahogy a kaput. Még nem tudom, hogy milyen motivókat fogok felhasználni, lehet, hogy sajátokat, lehet, hogy kölcsönzök még Matisse-tól, vagy egyéb ilyen általam nagyra becsült művészektől gondolatokat. Hát majd meglátom még, úgyhogy ez még tervezés alatt van, de megígérem neked most, hogyha majd elkészülök fel, akkor mindenféleképpen szólok, illetve az alkotási folyamatban is, hogyha gondoljátok, nagyon szívesen engedek bele pillantást. Én azt hiszem, hogy megérte megnézni ezt a Csókos asszony kaput, vagy Picasso kaput, ahogy tetszik, de most irány vissza Salendréhez, az újságmúzeumba, hogy végre leüljünk egy asztalhoz, és megnézzük azokat a lapokat, amelyekről igazából az egész intézmény a nevét kapta. Azt kértem Endrétől, hogy válasszon ki néhány olyan újságot, amelyet érdemes megmutatni. Kicsit zavarban volt, mert azt mondta, hogy néhányat nehezen tud kiválasztani, 200-at könnyebben ki tudna, de hát annyi időnk nincs, úgyhogy én azt javaslom, hogy vágjunk is bele, mutass olyanokat, amitől így leesik majd az állam. Inkább úgy készültem, hogy a legújabbakat, amiket mostában szereztem be, ugye elmítettem is talán már korábban, hogy ez az Igazság nevű újság, ami Obesztó Frigóval szerkesztette. Ez 200 példányban készült el összesen, és ugye ezt már egy pincébe készítették, és kint az orosz tankok lőttek, és itt van ez a
Miként tegnap ma is megjelent az igazság ad tovább, ez még nem az a szám, de van egy olyan szám is, amikor az volt, hogy korrektúra nélkül készült el, és említettem korábban, ugye Olbersnowski Gyulának, akit később el is ítéltek, ez egy levelezése a Mária Nosztrai börtönből a családjának, és ezt vette meg egy árverésen. És ha már 56, akkor ne felejtsük el, itt van az első film, első számos Népszabadság, amit egyébként, ezt kevesen tudják, nem üdvivalgáson fogadtak az emberek, hát tudjuk, hogy a szabad népből lett a Népszabadság, uh-huh. és lehet találni is a neten olyan fotókat, hogy összetépték az első számot, ami megjelent ugye 56. november 2-án, ez egy ilyen furcsa átalakulás volt, de ezért ez is elég ritka most már főleg. Várjál, ez néhány címet, te olvasok, 956. november 2, Kádár János rádióbeszéde, pártunk védi nemzeti becsületünket, a demokrácia és a szocializmus ügyét. Hát azért ez elég furcsa hangzik ma már. Igen, viszont a Magyarország semleges. Na igen, ez hogy jön össze, hogy védjük a szocializmust, ami ugye internacionalizmus, vagyis szovjet csatlóság, és közben meg Magyarország semleges. Pedig november 2-a az az időszak volt, amikor az emberek elhitték azt, hogy itt lesz változás. Sőt, már azt is elhitték, hogy nem a kommunizmus keretein belül, de hát aztán tudjuk, hogy 4-én bejöttek az orosz tankok, és vége lett mindennek. Milyen érdekes, hogy egy címlapon van Kádár János és Nagy Imre. Tehát igen. Itt mi kinyithatom az hogy egészet, ne, hogy lát, csak már tudom, hogy ilyenkor nagyon óvatosan kell. Tehát, hogy itt Kádár, itt Nagy Imre, mind a kettő címlapos. Sőt, Nagy Imréről még egy cikk van. Ez egy friss szerzemény, kérdezem, ez egy Pesten megjelent német nyelvű újság. 1889-ben egy rendkívüli kiadás, ott is olvasható. Rudolf trónörökös halálhíre. Ó. Ugye azt tudjuk jó, hogy hát elméletileg ugye öngyilkos lett a szeretője társaságában, hát ugye ő lett volna Ferenc József után, de hát ez nem következett be, hiszen elhunyt. Ez a lap, ez a Pesten megjelent Budapester, ez a Pesten megjelent újság erről tudósított, hát ez is nagyon ritka. És nem, most... nem is lehet már ebből kivenni, tehát ebből a tokból ez védi. Hát ez most már védi, persze. Na viszont kivettem a kedvedért. Na. Tudom, hogy azért szereted a labdarúgást. Ah, 4-2 ez... a fél időben, a végén 6-3. Minden gyűjtőnek ez az egyik kedvenc újsága. Ugye a legtöbben a Népsportot tették el anno, hogy azt nagybetűben tartják, meg ugye nekem van olyan ismerősöm, képzeld el, aki a visszavágó, a 7-1, hogy annak a jegyeit gyűjti, óriási, van neki 10-valahány darab jegy, és egy ilyen jegy, képzeld el, 20-30 ezer forint kerül. És belegondoltam abba, hát persze csak, ha az időutazás lehetséges lenne, visszamenni 53 tavaszára. És összeszedegetni az eldobált jegyeket. Fú, de nem lehet. Egyformán gondolkodom. De nem lehet. Egyébként nem tudom, a kedves nézők tudják-e, hogy ugye az évszázad mérkőzése volt ez a bizonyos 6-3, mikor Londonban nyertünk, és utána jöttek visszavágóra, amit említett az Endre, az angolok, 54 tavaszán, és ugye 7-1 lett a vége ide, úgyhogy akkor ment ez a kis vicces pesti mondás, hogy az angolok egy hétre jöttek, 7-1-jel mentek. Annyi még az érdekessége, hogy ez nem a nemzeti sport, hanem esti Budapest, és annak is a rendkívüli kiadása. Magyarán ez a lap még aznap jelent meg, hogy ugye legyőztük délután volt a mérkőzést, és kora este már osztották a utcákon a rendkívüli kiadását az esti Budapestnek. Te föl tudod sorolni a Grosics Buzánszki Lóránt Lantos kezdeti aranycsapatot? Hát föl tudnám, de nem akarok ezzel kérkedni. Tulajdonképpen ez már majdnem az alapműveltség része szerintem. Hát én is azt hiszem. Na menjünk tovább az időbe. Hallottad a hírt? Melyik hírt? Mi történt? Mi történt? Most ide nézzük. Ó, Kossuth Lajos, ez a Kossuth temetéséről igen, szól. Igen, ez a Kossuth temetéséről szól. Hát 1894. április 1. Bizonyám, és amúgy azt mondom most, kivételesen nyisd szét ezt az újságot, bár sír a szívem. Inkább nyisd szét, csak jó? Azt nézzük meg, hogy ez egy milyen nagy alakulat volt. Ez volt a Nemzet. Na most nem véletlen, hogy a kávéházakban hatalmas újságtartók voltak, arra rá lehetett helyezni egy keretre, és akkor tudták olvasni, hát ez lehetetlenség. Ennél egyébként volt még nagyobb újság, a 10-es évek végén jelent meg egy rendkívüli kiadás nevű lap, ami majdnem kétszer akkora volt, mint ez. Igazán nem is értettem, mert nem volt túlságosan praktikus, de viszont ez egy különleges lap, hiszen Kossuth Lajos utolsó útjáról tudósít, a Nemzet című lap. Nem tudom, szemüveg nélkül látok-e velem. A nagyhalottat átadjuk az anyaföldnek. A Nemzet nagy lelke egész erejében megrázó, elragadó módon nyilatkozott meg az ő holtteste felett. Mennyivel magasztosabb nyelvezettel íródtak az újságok akkoriban? Hogyne. De nagyon érdekes, mert múltkor fiatalokkal tartottam előadást az újságírásról,
és vittem nekik egy hasznos mulatság című újságot, ami 1825-ös példány volt, és mondtam, hogy hát olvassátok föl. És olvasták, és kiderült, hogy értik, viszont azt mondták ők is, hogy mennyire művesebb, mennyire választékosabb. Azért ne felejtsük, az újságírás is jellemző volt az, hogy sokkal több szinonimát használtak régen, és sokkal változatosabban írtak. Ma, jelen pillanatban szerintem 150-200 szót használ, tehát nagyon elkopott a nyelvünk. Régen ez teljesen más volt. De hát, ha már szomorú híreknél tartottunk, hát ez történt 1898-ban. Meghalt a királyné, gondolom Sziszinek a halálhíre. Nincs ennek szavak, amely méltón kifejezze a rettenetes. Hát, gyerekek, bocsánat, föl kell vennem egy szemüveget. Egy másodperc türelmet kérek a kedves nézőktől, de ebben muszáj beleolvasni. Nem. Most már csak ugye az kell, hogy legyen is szemüveg, a szemüveg tokban van. Betisztítsük, hogy jó van? Hát annyit látok belőle. Hát, mennyire jó látni. Nincsen szavunk, amely méltón kifejezze rettenetes gyászunkat. Nem találunk kifejezést, amely érdeme szerint sújtaná e hanyatló század legundokabb gaztettét. Azt tudjuk ugye, hogy Sziszi merénylet áldozata lett. Egy aljas, elállatosodott férfi, aki megöli a legártatlanabb asszonyt, azt, aki bíborban járhatna, de már hosszú éveken át csak gyászruhát visel, aki gyémánt helyett tövis koronát hord, meggyötrött szívétől nyugtott nem lelve bolyong, a művészet templomaiban és a jótékonyság oltárainál keres enyhületet. Azért te rengeteg cikket írtál ehhez a hangvételhez, azért valami odaszállás biztos, hogy kellett. Hogy ez egy pohár bor volt, vagy egy mély megrendülés, azt nem tudjuk. Hát ezért a pátosz. Tehát egy halálhírnél a pátosz sűrűn előkerül. De nagyon érdekes, hogy azt Lucchini, a merénylőjére, azt tudni lehet, hogy a Genfitó partján ölte meg Sziszit, de nem őt szerette volna megölni, hanem egy hírességet, aki viszont nem, már elment a városba, és akkor kapta a hírét, hogy ott van, és ugye egy reszelővel ölte meg végül is a királynét, ami tényleg egészen sokkolta a monarchiát és sokkolta Magyarországot. Utána heteken keresztül minden újság gyászkeretben jelent meg. Van olyan újságom, azt mondom, a Méhészek lapja, az ugyanúgy, mint a legnagyobb napilapok. De megint ugorjunk kicsit az időbe, és átnyújtom neked a Tanácsköztársaság hivatalos lapját. Vörös újság. Ebből már sejthetjük a nevéből, hogy... Világ proletáriai egyesüljetek. Na nézzük a főcímeket. A Magyarországi Szocialista Párt délutáni hivatalos lapja. Ja, ez nem cím volt, hanem az impresszum egy része. Milyen érdekes, délutáni hivatalos lap. Tehát ezek szerint volt délelőtt is. És ugye itt már fönn van, március 25-én került fel a Népszavára is, 19-ben a Világ proletáriai egyesüljetek jelszó. Hát ez a hivatalos lap volt, Kun Bélai hivatalos lapja. Nem ért sokat, tegyük hozzá, a második évfolyam közepén, ugye a Tanácsköztársaság leverése az augusztus 4-én következett be, akkor jelent meg az utolsó vörös újság, és ami érdekesség, hogy már a vége felé az utolsó egy hónapban nem volt nekik megfelelő nyomdapapírjuk, és ezért zsírpapírra nyomták a vörös újságot, arra a zsírpapírra, amiben csomagolták az emberek a kolbászt. Végére hagytam az újságmúzeum gyűjteményéből azt, amelyik nekem legjobban a szívemhez nőtt. Látszólag ez egy könyv. Még csak azt sem mondanám, hogy olyan szépen kötött könyv. Ez egy könyv a sok közül. Ha megforgatjuk, akkor már láthatjuk ezekből a színekből, hogy bizony egy elég régi könyvről van szó. És ha kinyitjuk, akkor kiderül, hogy ez nem is könyv, hanem újság, a Regélő Pesti Divat lap egybekötött számai, méghozzá 1842-ből. Ebben a Regélő Pesti divatlapban egyébként nem akárkik írtak, hogy két nevet mondjak csak, Vörös Marti Mihály és Petőfi Sándor. Aztán valakik egyszer csak ezeket az újságokat beköttették, így lett belőle könyv, de ami még ennél is érdekesebb, és azért lapozgató, hogy meg is tudjam ezt mutatni, az, hogy annak idején ezekhez az újságokhoz adtak mellékletet, és ez a melléklet ilyen képekből állott. Tetszenek látni? Színes. 1842-ben színes. No, azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem volt színes, amikor kinyomták ezeket. Utólag kézzel színezték ki, és csatolták az újság egyes lapszámaihoz. Szerintem felbecsülhetetlen érték, és csodálatos lapozgatni. No, nem mellesleg, ez a papír még most sem tört meg, tehát anyag is van benne. Szóval, ha azt mondják, hogy újság is, akkor mi van? Hát az van, hogy az újság
valahol kincs is, vagy azzá válhat. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.